Készül a pörkölt a Bográcsban, a felállított sátrak körül vízügyes szakemberek beszélgetnek. Nagyszabású rendezvényt tartottak a Nemzetközi Dunanap alkalmából a Püspökerdőnél található beeresztő zsilipnél. A Dunanapot 25 éve ünnepeljük, ugyanis 25 éve írták alá a Dunavédelmi Egyezményt Szófiába, és ez arról szól, hogy hosszú távon meg tudjuk őrizni a Duna ökológiai értékeit és vízminőségét. Mivel Magyarország az egyetlen ország, amely teljes területével a Duna vízgyűjtőjén fekszik, ezért nálunk ez egy kiemelt ünnep, és nem csak a Duna nap ünnepe, hanem egyben a vízügyi szolgálatnak az ünnepe is immáron 3 éve. Ezért idén úgy döntöttünk, hogy egy kicsit nagyobb volumenben ünnepeljük ezt a napot, és itt most mindenki tud egymással beszélni, a gátőr, az igazgatóval, az osztályvezető, a szivattyútelepi gépésszel. Az a célja, hogy itt kicseréljük a véleményeket kötetlen módon, és ebből nyilván mindenki profitálni fog. Ünnepélyes keretek között a nyílt vízen felállított színpadon mondtak köszöntőt a vendégek. Széle Sándor megyei kormány megbízott beszédében kiemelte, reméli a jövőben jobban ki tudják majd használni a Duna adta lehetőségeket. A Nemzetközi Duna nap alkalmat ad arra, hogy itt nem csak a helyiekkel, de azok, akik a sziget közön, a megyén kívül élnek, megértessük, hogy nekünk az itt élőknek milyen fontos a Duna. Egy olyan természeti erőforrás, ami nem csak a vizet jelenti, hanem a közlekedésben, a turisztikában, az energiában, az energiatermelésben óriási potenciál rejlik még mindig ebben a folyóban, amit mi nem használtunk ki. Ennek politikai okai vannak, és az a reményem, hogy sikerül ezeket a gátakat áttörni, és egyszer majd a Duna minket, az itt élőket fog szolgálni. A Duna napra több mint 800-an érkeztek, és nem csak magyar, hanem szlovák oldalról is. A nap során sportprogramok, főzőverseny és különböző előadások várták az érdeklődőket, este pedig a zenei programoké volt a főszerep.